Kiemelt aranyminősítésben részesült a Szivárvány Néptánc Együttes párosa idén a Fülöp Ferenc Országos Néptáncversenyen, melyen az idei évben a Kiskörösi Szivárvány Néptánc Együttes két párossal képviseltette magát a hagyományőrző Fülöp Ferenc Országos Néptáncversenyen. Ez a Muharai Elemér Népművészeti Szövetségnek a két évente megrendezésre kerülő hagyományőrző szólótánc versenye. Itt tulajdonképpen minden versenyző a saját településének vagy a saját tájegységének a tánc anyagát viheti színpadra. Tehát ez kifejezetten a hagyományőrzésről szól, és nyilván akik ezen a versenyen részt vennek, azok a településeknek, adott régióknak azon táncosai, akik a saját táncanyagukat a legmagasabb szinten képviselik. A Kiskörösi Szivárvány Néptánc Együttes még két évvel ezelőtt vitt színpadra egy autentikus kiskörösi koreográfiát. Ezt készítette Kővágó Zsoltot arra, hogy az idei évben a csoport képviseltesse magát az arra megfelelő táncosokkal. A versenyen induló párosok összeállításakor különböző szempontokat vett figyelembe a csoport koreográfusa Kővágó Zsolt. Fontos volt az, hogy az adott táncosoknak milyen az improvizációs készségük. Tehát nagyon fontos egy ilyen versenyen, hogy ne csak egy betanult mozdulatsort legyenek képesek eltáncolni. Nekem ez veszőparipám is ezeken a versenyeken, hogy akár gyerekkorban is tanuljanak meg úgy kiállni a színpadra, hogy improvizálnak, még egy versenyen is. Több okból jó, hogyha elrontja a folyamatot, akkor is tud magával mit kezdeni, a táncos nem pánikol, be nem áll le. Meg eredendően is ugye a táncot nem megkötve, koreografálva táncolták, hanem szabadon, improvizatív módon, és hát ugye így autentikus. Fontos volt, igen, egyrészt, hogy legyen két korosztály, tehát hogy legyen egy idősebb pár is, legyen egy fiatalabb is, mert minden korosztály, minél több korosztályba szeretnénk is képviseltetni magunkat. Nyilván a fiataloknak is kell a tapasztalatszerzés, ugye az idősebbek már rutinosabbak, ő nekik más az egészhez a viszonyuk. Illetve lánynál is, fiúnál is ugye egyrészt az, hogy mennyire, hogyan tudja követni a fiút, a másik, hogy hogyan tudja irányítani, lány tudnak-e harmonikusan együtt táncolni. Így választották ki Markó Jánosnét és párját Barkóczi Jánost, valamint Kis Mártát és Szappanos Tamást. A párosoknak először dúsnokon kellett színpadra lépniük, ahol bemutatták improvizációs képességüket. Természetesen egy kicsit azért a tapasztalat ellenére bennünk volt a luk, és ezt próbáltuk azért levezetni hétközben. Őszintén megvalva lehet, hogy annyit nem próbáltunk, mint amit kellett volna egy minősítővel kapcsolatban, de ugye többnyire csoportosan minősültünk, tehát mindkettőnknek azt hiszem már elmondhatjuk, hogy ez volt életünk első szóló tánc minősítése, ami kicsit meg is lepett minket, kicsit furcsán is álltunk a dolgokhoz, nem tudtuk mivé tenni ezeket a felkéréseket, de természetesen jól esett már így utólag, hogy sikerült magunkat megmérettetni. Az előválogatón Szappanos Tamás és párja ezüst minősítésben részesült, így nem vehettek részt a második fordulóban. Markó Jánosné és Barkóczi János azonban kiemelt aranydíjat kaptak, így folytathatták a versenyt. A páros Fülöp Ferenc díjban részesült. Amikor megkaptuk a díjat, akkor csak néztünk egymásra Janival, és komolyan
azt éreztük, hogy te gondoltad volna? Jani azt mondja, hogy hú, nem. Hát mondom, én sem, de nagyon-nagyon jó érzés volt. Tehát ez tényleg úgy, ahogy a Jani is mondta, hogy ez a több mint 40 év, amit már eltöltöttünk a táncos berkekben, ez valahol az embernek egy visszajelzés, hogy igen, megérte, és az a tudásanyag, amit összegyűjtöttünk ez alatt az időszak alatt, annak tényleg most ez a koronája. Markó Jánosné és Barkóczi János sok éves táncos múltjának köszönhetően könnyebb volt a versenyre való felkészülés. A páros táncok legfontosabb része mégis a két fél között kialakult kapcsolat. A kettőnk életkora egy kicsit közelebb áll egymáshoz, a tapasztalat. A Zsolti ebbe ugye valószínűleg jól látta meg ezt a lehetőséget, hogy egy kicsit talán könnyebben bírunk egymással, bár a Mártival elég nehéz, de karakterikus hölgy, a táncba is megnyilvánul. Hát ehhez meg kell az, hogy összecsiszolódtunk ennyi év után, és nekem is egy kicsit erőszakosabban kellett hozzá idomulni, de mint ahogy látjuk is, hála Istennek ez sikerült. A páros elárulta, hogy a csoporton belül a mai napig nincsenek fix párok, amit még Suba Éva egykori tánctanáruk vezetett be. Azért, hogyha valaki valamilyen oknál fogva nem tudja folytatni a táncot, akkor párja ne kerüljön kellemetlen helyzetbe. Markó Jánosné és Barkóczi János tehát sosem alkottak egy fix párt, azonban az évek során sokszor táncoltak együtt. A közös munka azonban így sem volt könnyű, hiszen, mint mondták, két erős karakterű embernek kellett együtt dolgoznia. Én egy eléggé karakteres személyiség vagyok, és ez megnyilvánul a táncban is, és ebből voltak az elején gondjaink Janival, de igazából ő is egy karakteres személyiség, és azért tényleg úgy van, hogy összecsiszolódtunk a végén, tehát a próbák alatt is, mert azért ez nem volt olyan egyszerű, mert ahogy a Zsolt is elmondta, tehát amikor kiállsz a színpadra, és két perc alatt a zenekar eljátszik egy kiskörösi dallamot, amit nem tudsz, hogy mit fog játszani a zenekar, tehát ott rögtön improvizálni kell. Tehát ott rögtön tudni kell azt, hogy most csárdást járjak, frist járjak, vagy egy polkát járjak, tehát ehhez nagyon-nagyon kell ismerni a tájegységnek a zenei anyagát is, és ehhez tényleg nagyon össze kellett csiszolódnunk. Kővágó Zsolt elmondta, hogy két év múlva ismét szeretne nevezni a csoportból párokat, hogy mások is kipróbálhassák, milyen improvizálni versenyhelyzetben. Az idei évre visszatekintve pedig megemlítette, hogy a Szivárvány Néptánc Együttes már elkezdte a felkészülést az idei minősítő versenyre.